Sziasztok! Amit itt mögöttem láttok, az nem Magyarország valamely gyönyörű szép tája, főleg nem az Alföld, hanem Romániában vagyok, a Kárpátokban, és az öcsémmel zergére vadászunk. Bár egy délelőtt telt el, és mindössze egy zergével találkoztunk, de azért ez egy teljesen más vadászati forma, mint akár Ausztriában. Aki követi a Cserkelő vadásztanfolyam YouTube csatornáját, az már esetleg láthatta azt, hogy Ausztriában is megpróbáltam az ergevadászatot, ott sikerrel. Viszont ott a táj, az emberek és minden más is teljesen más, azt kell, hogy mondjam. És itt most szeretnék egy vadászfeleselő követőnek a kérdéseire válaszolni, aki azt kérdezte a jó múltkori adásunkkal kapcsolatban, hogy pontosabban inkább azt javasolta, hogy beszéljünk valaki olyannal, aki relatíve sokat jár külföldre, és esetleg a külföldi vadászatok buktatóit meg tudja, vagy fel tudja vázolni. Megmondom őszintén, hogy most másodszor vagyok életemben Romániában, de az első alkalommal inkább magyar lakta részen voltam, és sokkal inkább volt egy meghívás. A mostani viszont egy olyan vadászat, ami bérvadászat teljes mértékben, és hamisítatlan román emberekkel vadászunk, tehát román részen vadászunk. Ennek azonban lehet látni egy-két buktatóját, nagyon röviden a vadászatról, pontosabban az utazással kezdeném, ugyanis Romániába kijutni nem annyira bonyolult dolog, viszont a határon azért egy órát átsorogtunk a tegnapi napon, ami azt jelenti, hogy alapból nagyon nagy a forgalom, másrészt pedig, hogyha valaki fegyvert hoz ki, akkor ugye azt be kell jelenteni, nem kell külön fizetni illetéket, vámot, egyebet, hanem simán csak egy papír munka az egész, viszont be kell mutatni a fegyvert, meg kell mondani, hogy hány lőszert hoztunk, és egyébként simán egy meghívó levéllel, tehát a román vadászat szervező meghívó levelével, fegyverútlevéllel és személyi igazolvánnyal nagyon könnyedén át lehet jönni. Tehát ez úgy gondolom, hogy nagyon jól működik, a határon is teljesen normálisak voltak a románok, úgyhogy nem volt semmilyen probléma. Aztán útközben az ember egy picit más világba kerül, mert hogy tiszta román lakta részen jöttünk keresztül, és meg kell, hogy mondjam, azért lehet, hogy az Európai Unió része, de sok mindenben távol áll még Magyarországtól is. Útközben iszonyat mennyiségű kóborkutyával találkoztunk, lakott területen és lakott területen kívül is, iszonyat mennyiségű szeméttel. Ez egy picit szerintem azért elvesz az élményből, de meg kell, hogy mondjam, hogy amikor már beérkeztünk ide a Kárpátokba, akkor már egy kicsit más világ tárult elénk, a kutyák megmaradtak, mert mindenhol kutya van, kóborkutya, és ráadásul nem is kis testű, hanem meglehetősen nagy testű kóborkutyák, úgyhogy aki kocsival jön, az csak óvatosan vezessen. Aztán megérkeztünk az adott helyre, és egyébként egy magyar, tehát egy székely ember volt az, aki a vadászatunkat megszervezte, semmi gond nem volt vele, bár ő maga nem tudott fogadni, de a panzió, ahova megbeszéltük a találkozót, meglehetősen kellemes volt, nagyon kellemes emberekkel, tehát készségesek voltak, segítőkészek, szobát kaptunk, stb. Nagyon tiszta a szoba. Tehát tényleg most azt mondom, hogy az útközbeni részektől elvonatkoztatva egy nagyon szép helyen vagyunk, nagyon jó helyen vagyunk, nagyon jó a szállásunk, tehát ezzel eddig nincsen probléma. Az ergevadászat egy csöppet azonban más. Tehát itt reggel 5-kor kellett elindulni, annak ellenére, hogy 8 órakor jön fel a nap.
Hát ez egy kicsit furcsa volt, mert hát ugye az Ergére inkább napközben vadászunk, de meg kell, hogy mondjam, hogy rengeteg kilométert jöttünk föl a hegyre autóval, legalább egy olyan 20-25 kilométert, ami egy jó 2 órás utunk volt. Úgyhogy amikor fölértünk, akkor még egy picit sötét volt, de addig a papírmunkát megcsinálták. Érdekes, hogy itt a románoknál óriási papírmunka van. Tehát legalább 3 helyen regisztráltak bennünket, a fegyvert, a minden egyebet. Krotáliákat név szerint kiosztják, mennyit akarsz lőni, annyi krotália, stb. Tehát nagyon precízek és pontosak. Úgyhogy nem csak egy olyan vadászat, amit úgy odadobnak az emberhez, hogy itt a terület menjél, aztán majd lesz valami, hanem itt tényleg megtörtént a vadászat szervezése, ahogy az kell. Sokkal több az adminisztráció, mint Magyarországon. De hát meglátjuk majd, hogy a nap hátra levő részében hogyan alakul a történet. Én bízom benne, rettentő szép helyen vagyunk, bár érdekes módon erdőben cserkeltünk végig, és a lehullott falevelek, hát igencsak hangosak voltak. Egy zergét láttunk tőlünk egy olyan 80-90 méterre egy völgyben, de számunkra az túlságosan nagy volt, úgyhogy tovább mentünk. Medveürüléket már láttunk, de egyebet sajnos még nem. De hát majd a végén úgy is beszámolok, hogy mi az összképem egy romániai vadászatról. Most már a második napon vagyunk, és megmondom őszintén, túl is vagyunk a vadászaton, mert hogy mindkettőnknek sikerült terítékre hozni egy-egy zergét. Tegnap délután az öcsém szerencsés volt, és egy jó cserkelés közben, hála Istennek, mivel már üzekedés van, ezért szinte nekünk jöttek az ergék, és ebből sikerült egy bakot terítékre hozni. Aztán a mai délelőtt egy picit máshogy alakult, mert nem az erdőben cserkeltünk, hanem illetve erdőben cserkeltünk, csak a szomszédos hegyoldalt néztük folyamatosan. Ezért lényegesen könnyebb volt, mert egy úton mentünk végig, vizslatva a szomszédos hegyoldalt, ahol több zergét is láttunk. Nagyon jó üzekedés volt, és ma szintén sikerült egy zergét lecsábítani a hegyről, szinte szó szerint, mert hogy egy ilyen jó 200 méteres lövést kellett tenni, és a lövést követően a sziklákról majdhogy nem a hegy aljáig legurult. Úgyhogy ez egy picit más jellegű volt, mint tegnap. Egy kicsit visszatérve arra, hogy mire kell odafigyelni, amikor külföldre jön vadászni valaki. Ugye most Romániában vagyunk, Románia nem az EU része, sőt nem is a Schengeni zónának a része, tehát egyrészt itt a fegyver szállítással lehet probléma. A fegyver szállításnál ami fontos, hogy legyen európai fegyverútlevele, aki ki szeretné hozni a fegyverét. A határon, ahogy azt már tegnap is említettem, nem olyan problémás a folyamat. Itt kint meg aztán végképp semmilyen gondba nem ütköztünk, rendőri ellenőrzés nem volt. Tehát igazából szinte ugyanaz, mint hogyha otthon vadásznánk, ugyanúgy, ahogy elhagyjuk a műutat, kivehetjük tokból a fegyvert, betöltjük, stb. Ugyanúgy visszafelé is. Tehát itt olyan óriási különbségek nincsenek. Viszont amit kiemelnék, és ami nagyon fontos, és itt most ez nagyon megmutatkozott, hogy két kísérőnk is volt, és az egyik kísérőnk, aki egyébként a hivatásos vadász, sajnos emberi nyelven nem beszél, csak románul, úgyhogy elég nehéz volt a kommunikáció. A fiatalabb, aki inkább azt mondom, hogy ilyen hivatásos vadász segéd, ő neki egy nagyon-nagyon gyenge angol szókincse van, és így megpróbáltuk azért összerakni a
szavakat, tehát valamilyen szinten ment a kommunikáció, de ez nagyon nagyban megnehezíti. Tehát érdemes egyébként, ha tudunk előre tájékozódni arról, hogy aki a kísérőnk lesz a külföldi országban, ő valamilyen világnyelvet beszéle, azért, hogy egyáltalán tudunk-e vele kommunikálni. Tehát, hogyha nem lett volna itt most ez a fiatalabb vadőrsegéd, akkor elég nehéz lett volna a vadászat, de így helyel közzel azért meg tudtuk oldani. Nyilván ilyen óriási nagy gazdasági, politikai beszélgetésekbe, a világ nagy dolgaiba nem tudtunk belemenni, de az alap dolgokat azért meg tudtuk beszélni. Tehát ez szerintem nagyon fontos. A másik a vadászati mód, hogy fel tudjunk készülni arra, hogy mit viszünk magunkkal. Nyilván az ember képben van akkor, amikor zergére megy vadászni, hogy valahol a magasokban vadászik, bár megmondom őszintén, hogy a mai napon olyan körülbelül 800 méteren vadásztunk, tegnap 1200 méteren, tehát simán egy ilyen bükk és egy mátra környéki magasságokban, úgyhogy ez nem okozott problémát semmiben. Közben csak azt nézem, hogy itt ugrálnak körülöttem a mókusok. Tehát nem okozott problémát, viszont ami nagyon komoly gondot okozott, ez látszik is mögöttem, hogy hullik a falevél, és olyan takaró van már a földön, amiben nagyon-nagyon nehéz cserkelni. És négyen mentünk egymás mögött, és olyan hangzavarral voltunk, aminél szerintem egy picit azért a vadászati módon változtatni kellett volna. A mai napon pont ez történt meg, egyik hegyoldalból néztük a másikat, igazából a falevelek zörgése így nem okozott akkora problémát. Tehát mindig van valami, amit igazából sose tudunk figyelembe venni otthon sem, amikor felkészülünk a vadászatra, de nyilván a vadászat szervezőtől minél több részletet meg kell kérdezni. Én sem tettem meg, ezt elrontottam, hogyha tudom azt, hogy milyen körülmények között vadászunk, akkor lehet, hogy egy kicsit máshogy készül az ember is fejben. De eredményes volt a vadászat, kísérőink tényleg megtettek mindent annak érdekében, hogy számunkra élvezetes legyen, jó legyen. Egyedül lecibálták a hegyről az ergéket, illetve hát a tegnapit azt fölfele kellett vinni a gerincre, a másikat pedig a mai napon lefele kellett húzni. Ezt ők megtették, kizsigerelték, tényleg kiszolgálták az embert. Tehát ezzel nem is volt semmilyen probléma, úgyhogy igazából nem mondom azt, hogy csalódottan távozunk, hiszen eredményes volt a vadászat. Legközelebb majd egy picit mi is jobban odafigyelünk arra, hogy milyen helyen vadászunk, milyen vadászati móddal vadászunk. Jobban ki kell kérdezni a vadászat szervezőt. És röviden ennyi. Ez nyilván nem egy olyan ember véleménye, aki folyamatosan külföldön vadászik, tehát rajta vagyunk azon, hogy megkérdezzünk olyat is, aki szélesebb körű látással rendelkezik, sokkal több információval rendelkezik a külföldi vadászatokról, de bízom benne, hogy ez is azért már egy-két olyan hasznos információ volt, amit fel tudtok használni.